Kedves nézőink, a Szerencsi Híradót látják, köszöntöm Önöket, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. Az elkövetkezendő időszakban Szerencsváros önkormányzatának megbízásából a Globo Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazint, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit Szerencsvárosából. Modernizálás, felújítás a Tirek Szerencsi idősek otthonában. Civilek, közgyűlésen a horgászok. Kosárlabda, kemény összecsapás a pályán. A Tiszán inneni református egyházkerület fenntartásában működő Szerencsi idősek otthona egyik teljes emeletét és fodrász helységét felújítják. A közel 120 millió forintos modernizációt a fenntartó saját forrásból finanszírozza. A Szerencsi idősek otthona fenntartója 2020. szeptember 1-től a Tiszán inneni református egyházkerület lett. Az egyházkerület vezetősége szeretné a városban bővíteni az intézmény hálózatát, ezért döntöttek úgy a polgármesterrel való hosszas egyeztetés után, hogy a továbbiakban ők működtetik tovább az idősek otthonát. A járványhelyzet nehéz feladat elé állította az intézményt, hiszen a legfontosabb a bentlakók jó egészségi állapotának a megőrzése volt, illetve az, hogy valamilyen módon tudják tartani a hozzátartozók rokonaikkal a kapcsolatot. A református egyház jó gazda módjára bánik az épülettel is, hiszen egy teljes emeletet saját forrásból újítanak meg. Ez a legfontosabb, hogy ők olyan komfortfokozatban és olyan környezetben éljenek, ami nekik elégedettséget mutat, és nem csak nekik, hanem azoknak a hozzátartozóknak is, akik úgy döntöttek, ugye szorult helyzetbe, hogy ilyen idős otthont választanak az utolsó évekre. De a jogszabályi kötelezettségünk is meghatározza ezt, ugye a szobák négyzetmétere, a vizes blokkoknak a száma, hányan lakhatnak egy szobába, és ezt az intézményt, mikor 2020. szeptember 1-jével átvettük, akkor tudtuk, hogy olyan intézményt veszünk át, aminek nincs végleges működési engedélye, emiatt, hogy még 8 ágyas, 6 ágyas szobák is vannak a 4 ágyas helyett. Tehát ezzel a beruházással először is a komfortfokozatot, de ezt is próbáltuk egyensúlyba tartani, hogy megfeleljünk annak a jogszabályi feltételeknek, hogy végleges működési engedélyt kapjunk. Hát nagyon örülünk számunkra, hogy ez elindulhatott. Igaz, hogy nagyon megakadályozott bennünket a pandémia, mert 2020. szeptember 1-jéről csak arra fókuszáltunk, hogy a vészhelyzetet tudjuk kikerülni, illetve mindent rendbe tartani. De voltak olyan dolgaink, amit muszáj volt. Például ennek az intézménynek nem volt olyan internet hálózata, olyan internet kapcsolata, amit a COVID miatti kapcsolattartási kötelezettségünket segíteni tudtuk volna. Tehát ez volt a legelső, hogy ezt megoldjuk, hogy internet hozzáférés és minél jobb kapcsolattartási lehetőséget tudjunk a hozzátartozókkal megteremteni. Aztán nem működött a lift, azt is meg kellett javítanunk, ugye, hogy a szabad mozgáshoz való jogot, hogy a liftbe le tudjanak menni a szabad levegőre. Tehát ezt is, és akkor hál' Istennek, hogy tavaly évvége fele felmérettük, hogy induljunk el, és fokozatosan próbáljuk rendbe tenni a két épületet, és saját forrásból sikerült egyenlőre ezt a egy folyosót, de ebből még van a két épületben, még 7, ez a 8., amit szeretnénk mindegyiket így felújítani. Ez most saját forrásból történt, hát nagyon bízunk benne, hogy lesz pályázat, vagy lesz olyan állami támogatás esetleg, ami besegít nekünk, mert hiszen tudjuk, hogy az árak hol vannak, és tavalyihoz képest már most semmi nem ugyanolyan, de borzasztó nagy örömmel telt el bennünket, hogy ezt is meg tudjuk csinálni. Nagy a felelősségünk. Mi nagyon-nagyon körbejártuk az intézményi átvételeket, amikor megajánlotta nekünk akár az állam, akár az önkormányzat, és úgy gondoltuk, ha átvettük, akkor nagyon nagy felelősséggel tartozunk az itt élőkért, az itt dolgozókért, és ugye természetesen megint mondom a hozzátartozókért, akik itt tudják biztonságba az időseiket. Új burkolatot kap a folyosó, a szobák, a villanyvezetékeket is lecserélték, új radiátorokat szereltek fel, új vizes blokkokat alakítottak ki a meglévők mellett.
Fontos szólni arról a kivitelező csapatról, aki ezt csinálja. Mert egy idős otthonban egy felújítási munka, az azt gondolom nem ugyanaz, mint egy társasházat felépíteni, vagy egy kiürített házban dolgozni. Itt az alsó szinten idősek vannak, itt a munkának menni kell. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen hozzáállása van a kivitelezőnek, mennyire tud együttműködni a logisztikába, a napokat együtt hogy tudjuk megtervezni. A református egyház fontosnak tartja ezeket a beruházásokat, hiszen azt szeretnék, hogy az idős bentlakók jól érezzék magukat az intézményben, és a családtagok is elégedettek legyenek a szolgáltatásukkal. A Szerencsi Horgász Egyesület két esztendő elteltével a járványhelyzet szigorításának enyhítése után február 27-én szervezte meg éves közgyűlését a Szerencsi Rákóczi Vászínház termében. Berecz István, a civil szervezet elnöke köszöntötte az egyesület tagjait, majd ezután egy perces néma felállással emlékeztek meg a tragikus hirtelenséggel elhunyt Honfi Lászlóról, egykori elnökükről. A halála nagyon nehéz volt az egyesületnek, azonban Sashalmi Józsefnek köszönetet mondtak a munkáért és a civil szervezet egyben tartásáért. A járványhelyzet miatt nem lehetett közgyűlést és horgászversenyeket sem tartani, a haltelepítéseket is nehezen lehetett megvalósítani az uszonyosok körülményesebb megvásárlása miatt. Elhangzott az is, hogy a homokos tó szélének a kikotrása is megtörtént, amelyet csak egy lánctalpas géppel tudtak megcsináltatni, azonban a nádvágás az idén is elmaradt. A haltelepítések az idén is folytatódnak, kerülnek uszonyosok a homokos tóba, a cukorgyári hűtőtóba és a Szerencspatakba is. Sashalmi József, a civil szervezet gazdasági vezetője elmondta azt, hogy a kimutatásokat minden tag megkapta, azonban az idei költségvetés részleteit ismertette a jelenlévőkkel. A beszámoló szerint nagy a pénzeszközük, hiszen magas a taglétszám. A gazdasági igazgató szólt arról, hogy a gyerekek száma is emelkedett, amely örömteli és bizakodásra ad okot az egyesület jövőjével kapcsolatban. Petrovicsné Fülöp Szilvia, a felügyelő bizottság elnöke lemondott, a vezetőség Porkoláb Bélát javasolta a tisztségbe töltésére, Simkó Tamást pedig felügyelő bizottsági tagnak. A felügyelő bizottság ellenőrizte a civil szervezet munkáját, 2021-ben mindenre kiterjedő vizsgálat volt, amely azt mutatta, hogy minden a törvényes rend szerint történik, és a könyvelés is napra kész volt. A kimutatott bankszámla egyenleg megegyezett a banki kivonatban szereplőkkel. A felügyelő bizottság javasolta a beszámoló elfogadását. A civil szervezet egyik tagja nem fogadta el a beszámolót, mert véleménye szerint az abban szereplők nem fedik a valóságot. Kéri a költségvetés nyilvánosságra hozatalát. Ezután következtek a hozzászólások. Az egyesület egyik tagja kérte a vezetők lemondását, mert úgy vélte, hogy nincs a szervezetben elég impózus, nem akcióképesek. Sashalmi Józsefet titkárnak, Olá Jánost pedig elnöknek javasolta. A közgyűlésen részt vett a város polgármestere, Nyíri Tibor is, aki elmondta azt, hogy nekik az a legfontosabb, hogy ez a nagymúltú egyesület sokáig fennmaradjon és jól működjön. A város első embere azt is elmondta, hogy nem egy hálás feladat vezetőnek lenni, azonban ha valakinek problémája akad a vezetőséggel, akkor forduljon a gondjai miatt a megfelelő szervezethez. Nyíri Tibor polgármester kéri azt, hogy legyen béke és egyetértés a Szerencsi Horgász Egyesületnél. A Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola felső tagozatos osztály közösségei február 25-én délután tartották meg farsangi mulatságukat. A diákok és osztályfőnökei kreatív produkciókkal készültek a tavaszváró mulatságra. A felső tagozatosokat Szabóné Drozda Orsolya igazgatóhelyettes köszöntötte, majd felkonferálta az osztály közösségek produkcióit. A hatodik ások műsorukkal kiérdemelték a legbulisabb jelzőt.
Az ötödik bések a legmosolygósabb műsorral készültek a tillűző mulatságra, amelyet a vidám ruházatuk is mutatott. A hatodik B-osztály igazi lagzis hangulatot varázsolt a küzdőtérre. A műsorukat akrobatikus elemekkel is színesítették. A hatodik C-sek a legsokoldalúbb tánccal mutatkoztak be a népes közönségnek. A nyolcadik C-osztályosok egy moziba repítették el a közönséget, akik előtt megelevenedtek a legismertebb filmek részletei. A hetedik B-osztályosok fekete-fehérbe öltöztek, akik egy különleges produkcióval készültek a felsősök farsangi mulatságára. A nyolcadik bések csíkos rabruhába vonultak be a sportcsarnok küzdőterére, ahol az osztályfőnökük rendőrnek öltözve terelgette őket a helyes útra.